11. alkalommal rendezitek meg ezt az országos bajnokságot. Hogy Nyíregyházán? Valójában Nyíregyháza központtal indult el országos hódítóútjára a Medival, most már 10. éve dolgozunk vele, és ugye most pillanatilag azért még úgy néz ki, hogy rengeteg olyan fajta saját energia, meg anyagi forrás kell bele, ami a megrendezés egy verseny lebonyolításhoz kell, hogy inkább ezt saját erőből tesszük még egyenlőre, és valójában eddig minden országos bajnokságot Nyíregyházán rendeztünk, ide utaznak az ország különböző pontjairól a gyakorlók. Hányan jelentkeztek? Most 18 különböző területről érkező klubunk van, és 144 induló van ezen a versenyen. Milyen korcsoport a jellemző? Medibol filozófiájához hozzátartozik az is, hogy kortól függetlenül játszunk, tehát itt vannak 8 éves gyerekektől kezdve egészen szépkorúakkal bezárólag, korosztályos bontásokban természetesen. A gyerekektől 2 éves korosztályváltások vannak, utána, mint a sportban általában serdülő és junior, és a felnőtt kategóriákban van felnőtt 1-es, 2-es, 3-as és a szépkorúak számára 4-es kategóriánk. Miért jó egy ilyen országos megmérettetés? Most már a 11. verseny, ugye ez már egyfajta tapasztalási lehetőség is. Ugye volt egy időszak a kialakításnak a fázisai, a szakaszai is, és amikor elkezdtük a versenyzést, akkor az első versenyre 67 indulónk volt az ország különböző pontjairól. De amint elindult a versenyzés, ahogy látták az emberek, a gyakorlók egymást, óriási fejlődésnek indult, nem csak a létszámban, hanem a gyakorlóknak a hozzáállása, illetve a gyakorlatoknak a minősége is ugrásszerűen fejlődött. Ezért a fejlődésért csináljuk. Mit jelent pontosan ez a verseny? Mert látom, hogy különböző pályák vannak felállítva, ami alapján díjaztok. Két kategória van alapvetően, ami elkülöníthető. Az egyiket formagyakorlatnak, illetve kreatív gyakorlatoknak nevezzük. Ezek közül is van, ugye, amit most hallanak a háttérben zenével, amit elő tudunk adni. Vannak olyanok, ami előre koreografált, betanult gyakorlat, és vannak olyanok, ami számunkra egy ilyen nagyon speciális versenyszám, amit mi kreatív gyakorlatnak hívunk. Aminek a lényeg az, hogy amikor valaki nagyon jó minőségben ismeri már a mozgásanyagát, a mozgáselveket, akkor ahogyan szól a zene, annak függvényében, mint az emberben a gondolat és az érzés változik a mindennapok során, úgy születik meg a gyakorlat. Tehát nem begyakorolt, betanult módon, hanem kreatív módon, spontán ott a térben. Mérkőzéseink vannak, itt bírói segélettel, háló mellett döntik el a versenyzők azt, hogy kik az eredményesebbek, ebből is van egyéni, páros és vegyes báros kategória. És akkor az a fajta kérdés, hogy miért is jó ez a medibal? Hát egyrészt azt mondjuk, hogy labdajáték az egészségért, másrészt azt mondjuk, hogy minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg, és ha valaki képes megváltoztatni a mozgását, annak megváltozhat az élete. A kiindulási pont valójában a teljesítménykényszer, illetve a stressznek a kezelése volt valamikor, és ebből alakult egy olyan rendszer, ami hihetetlenül magas minőségű, intelligens, kreatív, művészi szintű kifejezése a mozgásban az emberi lényegnek, a tulajdonságoknak, illetve a mérkőzésekben is egy olyan fajta dolog, amiben nincs nyers erő, nincs agresszivitás, lágy, könnyed mozgásokkal, egész test használatával íven tartjuk a labdát és lendítjük vissza a társ felé, és a centrifugális erőt használjuk a labda továbbítására. Milyen díjakat kapnak? Ugye ez egy országos bajnokság, és az első 3 helyezettünk, az első helyezett az kupát kap, és illetve érmeket és oklevelet a többi résztvevő is helyezett. Mióta csinálod ezt? Hát másfél éve csinálom ezt, decemberben lesz 2 éve. Az edzőim is itt vannak velem, mindig támogatnak a versenyeken, sokat készülünk erre a versenyre. Néha kár, hogy csak évente 2-szer tudunk ezen részt venni, de próbálunk helyt állni a csapattal és támogatni egymást. Miért csinálod ezt? Miben segít ez neked? Nagyon sokat segít a tanulásban, idén vagyok 11. évfolyamos, és a jegyeimen van, ahol 2 átlagot is tudtam javítani, és sokan kérdezték, hogy csináltam, és a Medibol összpontosításával sokkal jobban be tudom osztani az időmet. És jó kikapcsolódásnak és hobbinak is. Mennyit szoktál edzeni egy héten? Hát ez nagyon változó. Általában ilyen 2-3 edzés esik egy hétre, de azok nem egy órásak, hanem 2,5 órát edzünk egy húzamban. Mennyire fárasztó ez? Hát nem csak testileg fáraszt le minket, hanem mentálisan is nagyon lefáraszt ez a munka, mert próbálunk belül összhangot teremteni a testünkkel, mind az agyunkkal és a lelki állapottal kapcsolatban is. Van, hogy lélekben sokkal jobban elfáradunk, mint testileg, de testileg is nagyon fárasztó tud lenni. Miért ajánlanád ezt másoknak, hogy próbálják ki? Azért ajánlom bárkinek, mert
segít kifejezni önmagadat, önbizalmatat, szabadságot is. Új barátokra tehet szert az ország más részéről is, hiszen van, akikkel fél évente itt találkozunk csak.